Németh Zsolt Magyarország külügyminisztériumának parlamenti államtitkára vajdasági látogatásának első napját Nagybecskereken zárta, aki Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökével érkezett ebbe a begamenti városba. A magasrangú vendégeket Tótné dr. Glemba Klára, a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnökasszonya köszöntötte, miután a Művelődési Egyesület néptánc csoportja egy rövid bemutatót tartott. Ezáltal érezzük azt, hogy mi itt a szorványban, a végeken, és Nagybecskerek szívében nem vagyunk elhanyagolva, ide is tekingetnek azok az államtitkár urak, akik úgy gondolják, hogy a magyarság, a nemzet összetartozása fölötte fontos tény számunkra. Németh Zsolt államtitkár a nemzeti összetartozásról beszélt. A legfontosabbnak én azt tartom, szorványban és a tömbben egyaránt, hogy erős magyar nemzeti képviselettel kell rendelkezni minden szinten. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke nyilatkozatában kifejtette, a 2012-es év a választások éve a határon túl. Ezek nagyon fontos eseményei egy kisebbség is volban élő nemzetrésznek, hiszen ilyenkor tudjuk megmutatni azt, hogy vagyunk, ilyenkor tudunk beleszólni sorsunk alakításába. Érdekeltek vagyunk valamennyire abban, hogy a határon túli magyar közösségek megerősödjenek. Németh Zsolt Magyarország külügyminisztériumának parlamenti államtitkára vajdasági látogatását ma délután Magyar Kanizsán zárta.